Megbocsájtok önmagamnak és másoknak. Hangterápia. Nehezen tudsz megbocsájtani magadnak, s azoknak, akik bántottak. Minél hosszabban kínzod magad a megbocsájtás folyamatával, annál hosszabb időn át cipeled ennek terhét. A neheztelést, a dühöt, a fájdalmat, a szomorúságot, a betegséget, melyek aztán megakadályoznak az előrehaladásban, s így a múlthoz, s annak fájdalmához, valamint annak energiájához láncolnak. Sokunknak persze az önmegbocsájtása jóval nehezebb, s magunk mélyebb megértése a kulcs. A következő ének segít majd neked túljutni ezen a blokkon magadon belül. Hallgass meg többször, és engedd szívednek, hogy érezze, miként szabadul fel a teher alól, melyet magadra helyeztél. Érezd a belső békét, melyet elhoz neked, akár könnyeid áradatán keresztül, mely aztán átmossa lelkedet, mint a gyógyító, hűs forrás. Ez a te választásod, s ezt csak te teheted meg magadért, senki más. Mindannyian átmegyünk ezen a folyamaton, de ha ragaszkodunk a megbocsáthatatlanság képzetéhez, akkor betegséget, fájdalmat, keserűséget és nyomorúságot hozunk magunkra. Ragaszkodsz-e még ahhoz, hogy igazad legyen, akár önnön nyomorúságod árán is? Vagy inkább elengeded, s így végre a könnyedség, egészség és béke lehet életed része. Tudatosságod emelkedésével persze majd rájössz, hogy valójában nincs is mit megbocsájtanod. Inkább csak megértened azt, amit nem értettél akkor, amikor a harag és megbántódás terhét válladra vetted. Tegyél meg egy lépést magad felé, s az univerzum százat tesz érted. Szeresd magad. Namaste. Oh,